Köszöntjük Önöket, ez a Borzsúr. Mai főszereplőnk egy fehér szőlőfajta lesz, méghozzá Tokajra fogunk utazni, és mi már nagyon készülünk a vaktesztünkre, hiszen a mai adásban borokat is fogunk tesztelni. Hát ha Tokajra utazunk, akkor a szőlőfajta nyilván nem más, mint a furlét. És ha jól tudom, akkor egy egészen extrém módját választjuk a mai nap során annak, hogy hogyan jutunk el a borászatba. Én már nagyon merem, bízom benne, hogy te is, Sebi. Úgyhogy tartsanak Önök is velünk, mi indulunk Tokajba. Megérkeztünk ide hozzátok, a Tokaj aljában vagyunk a Bodrogon, azt hiszem, hogy meg így sem érkeztünk borászatba, az egyszer biztos. Hol vagyunk pontosan, mit látunk káprázatos itt a környezetben? Most jelenleg a Bodrogon hajózunk, és a Tokaji hegy, ami elénk tárul. Itt pont a Lilium dűlő alatt csorgunk el, aminek a teteje már gyulasnak hívják, viszont fent, ha felnéztek a platóra, az már a Szentkereszt. A Szentkereszt egy nagyon híres régi múltú dűlő, ahol egyébként maga Deresztla szőlőbirtok most már 18 hektárral rendelkezik, és nagy potenciállal bíró dűlő. Egy nyugati kitettség, lösztalaj, és nagyon közel van, extrém közel van a Bodroghozzá. Ez egy tipikus borász közlekedési eszköz egyébként itt Tokaj-hegy alján? Igen, a borászok ezzel járnak, a szőlő és szőlő között. Ez a vendéglátás, illetve az egyéb tevékenységünknek a kiegészítésére szolgál. Hogyha furmint, akkor mi az, amit te szeretsz benne, és mi az, ami neked ad a furmint ízében, most ízvilágára gondolok, mielőtt belevágnánk a mai napba, mi az, ami nektek így az elsőre eszetekbe jut a furmintról? Furmintos vagyok, mert tényleg az volt a jellem az óvodában. Nagyon szeretem az aromáit, amik általában ilyen fehér húsú gyümölcsös kört és almás karakter, és a jó furmintokban az olyan nagyon elevenen frissítően van jelen. És ezzel már át is tértem a másik tulajdonságára, ami nagyon tetszik nekem, a nagyon jó élénk savak. Nem az a bor, amit beveszel a szádba és azonnal elillan, eltűnik, hanem az a bor, amit jó meginni, amit jó kortyolni, kívánod a következő kortyot belőle. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen stílusú furmintokat készítsünk. A Deresztla pincészet a tokaji borvidék egyik leggazdagabb történelmi múltjával rendelkező borászata. Több mint 54 hektár szőlőterületről készül a teljes tokaji szortiment, elsősorban furmint, sárga muskotáj és kabarfajtákból. Különlegességem ennek a pincének, hogy a Deresztla domb alatt helyezkedünk el. Három szinten vagyunk, ez a középső szint, ami a legtágabb, legnagyobb. Nagyon izgalmas, amikor egy földbe vágy pincében vagyunk, hogy tulajdonképpen látjuk azt a kőzetet is, amiből a hegy, amin a szőlőterem felépül. Mit látunk itt? Itt igazából egy andezitből vájt pincerendszer, ami látható, néhol riolitos bemosódással. Ez is mutatja a Tokaj-hegyei gazdagságát, hogy mennyire színes és mennyire változó a kőzetétele a lépennyomon méterről méterre. A furmintunk mindenképpen reflektálja ezt a kőzetet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tömör, viszont a tömörségében apró szemcsékkel, kaolinos bemosódásokkal található, ami különlegesen jó tesz a furmintunknak. Beszéltünk a kőzetről, de hát ez azért rendkívül fekete, ez egy kicsit olyan extrémnek tűnik, mint a lennyire fekete. Igen, ez nem a kőzet, hanem ez a úgynevezett pincepenész, ez a kladosporium cellára, ami egy egyedi mikroklímát biztosít a boraink számára. Ez a penész, ez folyamatosan alakul ki, a borral szimbiózisban él, és folyamatosan tisztán tartja itt a levegőt, sterilen tartja a boroknak ezt a klímát, ahol vannak. Minél több és minél vastagabb, minél tisztább ez a penész, annál tisztább ízűleg a borok születnek. Amikor lehozol csoportot ide a pincébe, és tartasz nekik egy bortúrát, mi az, amit először elmesélsz a furmintról? Mi az, ami mondjuk neked így a legelső, amit meg kell osztani róla, mint fajtáról? Igazából a furmint nekem egy szerelem.
egy hatalmas nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy örök életemben tud nekem lehetőséget, munkát és programot adni a Fourmi. Én megtalálom benne a tradíciót, a ősének a gyökereit, és megtalálom benne az újító szellemet. De szeretsz kísérletezni vele? Nagyon szeretek kísérletezni, és még mindig azt mondom mai napig, hogy teljesen, hogy nem teljesen felfedezett fajta. Még mindig van benne potenciál, lehetőség. A pincelátogatás után irány a Deresla konyhája, ahol már készül a kóstoláshoz a mai menü. István, mennyire nehéz feladat társítani Fourminthoz ételeket? Ez egy nagy kihívás? Hál' Istennek a saját borainkkal ezek nagyon könnyen mennek. A borászainknak az instrukciói alapján próbáljuk a gyümölcsösségeket kiemelni ezeknél az ételekkel, főleg olyanokról, aminek egy Fourmintot használunk. Most is egy ilyen ételt fogunk elkészíteni. A sárga céklás risottót, marinált céklával, sárga baracka, reméljük, hogy a bor és az ízpárosítás ez tökéletes lesz. A Fourmint nagyon sokarcú. Van belőle csendes bor, van belőle pezsgő, de egészen különböző édes, száraz arcait is meg tudja mutatni. Mennyire más ilyen szempontból az ételpárosítás? Fontos volt, hogy annál, amit most fogunk használni, illetve ennél a Chateau de Reszle Tokaj Dry-nál, a gyümölcsös jegyek azok, amik jobban kijönnek. Vannak olyan fourmintok, ahol a fűszeresebb elemek dominálnak, a mi borainknál inkább ezek a gyümölcsösebb, némelyiknél pedig a füstös íz, ami nagyon jól összepárosítható az ételekkel. Fourmintnak két teljesen különböző arcát fogjuk megnézni. Az egyik egy száraz Fourmint, 2020-ban még rá is van írva, hogy dry, a másik pedig egy nagyon édes bor, egy tokai aszú. 80%-ban ez is Fourmintból készült, de kezdjük először a szárazzal. 15%-a újfahordós maga ez a tétel. Egyébként ez egy Fourmint, egy nagyon pici tokai házasítás van benne, viszont ez egy Fourmint. Hárslevelű van még benne, vagy sárga muskot? Egy nagyon pici hárslevelű van benne, így van. Az ízérzet, ez egy kerek, édeskés, egy nagyon jó hömpölygő, és a gyümölcsöket meg tudjuk tartani mellette. De egyáltalán nem érződik édesnek, hanem azt érzem, hogy jó inni, nem cudarak a savak, az egész olyan ellenállhatatlanul hömpölyög. Egyébként korábbi beszélgetésünkben már mondtál egy jó ötletet, ami nekem nagyon tetszett. Azt mondtad egyszer, hogy a száraz tokai fourmintot úgy kellene eladni a külföldieknek, mint a frutti di mare, a tengergyümölcsei, a halételeknek a leges, legbombasztikusabb társa. Amit én szeretném felfedezni, hogy a tengerpartokon az ilyen vacsorák mellé nem tudunk egy megfelelően hosszú lecsengésű bort találni, ami ezeket a sós, tengeri, gyümölcsös ízeket el tudná vinni. Sajnos nincs harmóniában. Én nagyon szeretem a tengergyümölcseit, viszont a borokkal nem tudjuk jól párosítani. Szégyen szemre egy tokai fourmintot a tengerparti vacsora után én szívesen el tudok fogyasztani. Viszed magaddal a zsebben? Igen, viszem magam a zsebembe, behűtve, és a tengerparton egy nagyon jól el tudjuk fogyasztani, mert hosszú, sós, csengésű, ízben gazdag, és nem hagyja, hogy a tengeri sós ételek az ízlő bimbóidat teljesen lefedjék, hanem frissen tartják. Ugye azt mondtuk, hogy a Fourmintnak a két arcát mutatjuk meg. Ebben az asszúban, a 16-os 6 putonyos asszúban mennyi a Fourmint? 85% körül, ami Fourmint tartalma van. Az asszúval és az édesborokkal mindenképpen a tradíciós gyökerekhez nyúlunk vissza. Én szeretem, tisztelem ezt, és próbálom ezt is jobbá tenni. Koncentrált ízvilág, illat, sav, cukor egyben. Ő nem egy cukrozott édesbor, hanem egy természetesen többet, egy nemes bor, amiről beszélünk. Ugye az aszúnak a tipikus illatjegyei a mindenféle szárított gyümölcsök, méz, stb. Arról beszéltünk, hogy ez is Fourmint nagy részt. Te ki tudod érezni egy aszúból, hogy milyen fajtákból készült? Ugye azért ritkán, de előfordul, hogy inkább sárga muskotáj túlsúly van, azt te megérzed? Igen, a muskotáj túlsúlyt azt megérezzük. A Fourmint és a hárslevelőnek az aránya, az már egy picit nehezebb.
hástelőre arra tudsz következtetni, hogyha a hás méz illata jobban felfedezhető benne, az azt mondja, egy tipikus jegye. Illetve a másik, hogy a hásnál a savtartalom mindig alacsony. A hás, amikor elkezd oszosodni, ott már mindig egy alacsony savtartalom jellemző. Ebből tudod beazonosítani, hogy körülbelül mennyi lehet a hástalelő tartalma és mennyi lehet a furni tartalma. Itt érzed a savakat, a kristálytiszta savakat, amik ilyen magas cukornát mégis egyenesek, tisztán tartják a ízérzeteket. Ebből ezt lehet tudni, hogy itt egy fur, mint asszorról beszélünk. Kóstoló után irány a Henye borbár, ahol a reduktív tételek, valamint a pezsgők érnek. Csak úgy, mint reggel, ismét Istvánnal egy extrémebb módját választottuk az utazásunknak. Azt hiszem, hogy az adrenalin után igazán jó kikapcsolódás, vagy feltöltődés, hogyha lejön az ember ide a pincébe, egyrészt mert a kinti kánikula, másrészt az adrenalin azt hiszem, hogy egy kis bort kíván. Na most abban a pincében vagyunk, ahol azt a bort tároljátok, amit sebivel kóstoltatok? Így van, ez egy száraz fullin Tokaj dájalap lesz, és mindenképpen azt gondolom, hogy jóra sikik bejön a hűvösbe, és egy-egy hidegkorgy borral lehűteni magunkat ezután a túra után. Mást fogsz csinálni jövőre, vagy már ilyenkor tudod? Tehát most nem árulunk el nagy titkot, július van. Ilyenkor már tudod, hogy a 2021-es szőlőből készülő borodban mit fogsz változtatni? Igen, egy-két újabb receptúra, ötlet már a fejemben van, hogy mit fogok finomítani, milyen dolgokat fogok inkább használni. Minden éven ezt picit finomítom, finomra formálom. Ugye egy borásznak kicsit nehezebb dolga, mint egy séfnek, vagy egy szakácsnak, mert egy séf akár naponta 2-3-5-szer le tud főzni egy-egy menüt, míg a borásznak, hát jó esetben azt gondolom, egy 40-50 év, az a 40-50 lehetőség az, ami az életében áll, életébe kerül, hogy meg tudja mutatni a tehetségét, tudását és a maximalizmusát. Nekem ebből már egy pár év elment. Én még bízom benne, hogy a szakmám legelején járok. Azért, de próbálnám minden hamarabb elérni, ahhoz, hogy ki tudjak teljesedni, és teljesen tökéletes borokat tudjak készíteni. Napunk zárásaként azt mondtad, hogy tartogatsz még egy furmintot számunkra, mivel készültél István? Utoljára egy szép pezsgővel készültem nektek. Igazából egy tokai vintage kategória. Azt jelenti, hogy igazából évjáratos pezsgő. Most jelenleg a 2017-es, ami forgalomban van. Viszont ezzel a pezsgővel azt szeretném bemutatni, hogy a furmint az eddig kóstoltak mellett még mire képes. Én imádom a tokai furmintból készült pezsgőket. Nagyon jó aromáik vannak, ugye jó a savérzet, ami kell egy pezsgőhöz. Minden adott ahhoz, hogy szuper pezsgők készüljenek vele, és készülnek is már, de nem olyan régóta. Mindig azon csodálkozom, hogy mi az eredetileg nem volt ez jóval korábban? A pezsgőhöz kell egy nagyon magas technológiai színvonal, kell egy viszonylag nagy tudás, ami jelenleg egy pici kényszer szült, ha azt lehet mondani. Az édesborok világa egy kicsit nehezebbé vált, és ezáltal kellett keresni az új utat, hogy hogyan tudjuk igazából életképes vállalkozásokat létrehozni. És a száraz furmint, majd a pezsgő a legújabb irány. Nagyon frissítő és üdítő pezsgő tud lenni. Tényleg egy olyan, ami az embert egy fárasztó nap után kikapcsolja. Igazából ezt látom a tokai furmint pezsgőben. Nem fárasztani szeretnénk az embereket, hanem felvidítani, felüdíteni. És erre a célra szolgálna a tokai furmint pezsgő. Egészségetekre!
tokai adásunkat sem zárhatnánk másként, mint a vaktesztel, és hát a főszereplőnk az természetesen a furmint lesz, ahogy az adás első felében is. Azt gondolom, hogy már sok érdekességet megtudtunk erről a szőlőfajtáról, de talán a vakteszt még egy kicsit közelebb hozza hozzánk, és olyan tudást is szerezhetünk, amelyet akár otthon mi is játékosan kipróbálhatunk, vagy egy borkóstolón is kamatoztathatunk, akik pedig ma tesztelni fognak, nem más, mint műsorvezetőtársam Sebestyén, valamint Panka. Sziasztok, újabb hét és újabb vaktest, ma pedig ugye furmintozni fogunk, és hát mi jártunk a Dereszlánál ebben az adásunkban Sebivel, úgyhogy már nagyon felkészültünk. Panka, te furmintban szereted a furmintot? Én nagyon szeretem a furmintot, az egyik kedvenc szőlőfajtám. Remélem, hogy jól fogok teljesíteni ebben a körben. Bele is vágunk, hoztam ugye három furmintot, kezdjük az elsővel, aminél az a kérdésem, hogy vajon tokai vagy nem tokai furmintot kóstoltok. Elvileg könnyű kérdés, egy tokai furmintot fel kell ismernünk, pontosabban, hogyha egy furmint nem tokai, azt kell, azt éreznünk kell. Sav az mindenképpen magas, igen, szépen jönnek ezek a barackos jegyek, pici maradékcukor van benne, de a sav miatt elég száraz érzetet ad. Iskola példája egyébként a furmintnak? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen belépő szintű száraz furmint tokajból. Kóstolva nehezebb lett az ügy, mert ahogy Panka is mondta, maradék cukros a bor, tehát ez egy száraz furmint, de egy olyan minimum 7-8-9 gram per liter maradék cukrot tippelnék, tehát érezhető édes érzet van. A végső döntésben mi az, ami szerepet fog játszani? Hát mostanában elég sok, remélem, hogy ebben nem fog beégni, de mostanában elég sok tokai furmintot kóstoltam mindenféle szinten, és azt gondolom, hogy ez abszolút tipikus savval, moderált alkohol, ezek a csonthéjas gyümölcsök, de ugyanakkor megvan benne ez a kicsi birsalmás jelleg. Tényleg nehéz. Lehet egy belépő szintű alaptokai, de könnyen lehet más, és nem egy tipikusból. Izgultok? Jöhet a leleplezés? Én most nagyon. Nem szeretnék beégni. Ez nem a beégés pillanata lett. Valóban egy tokai bort kóstoltatok, egy kárpinoszt, úgyhogy egyből egy-egy előre. Jól eltaláltátok. És valóban egy belépő szintű tokai. Akkor hozom is a második borunkat. Furmint vagy házasítás? Ugye furmintot általában házlevelűvel vagy muskotájjal szokták házasítani legtöbbször. Ugye az ember óhatatlanul beleképzeli, hogy vajon milyen jegyek lehetnek, de szerintem mindenképpen van benne egy kis virágosság, egy kis akácosság. De nem maradj fejben csak tokajon. Tehát azért, hogyha ha más borvidékeket nézünk, akkor ott megvannak ezek a mindent beleküvék, amiben előfordulhat furmint is. Csak azért hebegtem, habogtam ezt, mert semmi tokait nem érzek ebben a borban. Nem. Ízében pedig teljesen más, mint az illatában, az egy ilyen nagyon, nagyon sós, nagyon minerális. Én is valahol a fejben a Balaton északi partján vagyok, ott vannak ezek. Hát én Somlóra tippeltem. Igen, nekem is az volt az első benyomás, ami ilyen sósággal, viszont visszafogottabb savakkal tokajhoz képest. Ettől még lehet. De nem ez a kérdés. Most megint visszatérve arra, hogyha mindent elfelejtünk, csak azt kell nézni, hogy mi van a porunkban, én nem mondanám vakon azt, hogy ez egy furmint. Ha ehhez képest 100% furmint, akkor jól elrejtette a borász, és megint az van, hogy felülírta a borászkodás, meg a klimatikus viszonyok a végterméket. Sebi meggyőzött, szerintem is. Valószínűleg van benne más szőlőfajta, de hogy mi elsőre... Ez sokkal díszesebb, ez egy ilyen izgága, színes madár. Szeretem ezeket a hasonlatokat. Igen, akkor legyen ez egy legyen ez egy házasítás? Legyen. Akkor 3, 2, 1. Sajnálom, ne. Ez egy tiszta furmint. De Somló. De Somlóról. Igen. Nem az. Szerintem jár egy fél pont. Tényleg,
Na jó, majd lehet, hogy a végén óvhatsz, de most jöjjön inkább a harmadik bor. Ez előző után, azt hiszem, akkor most nagyon fogjátok szeretni a kérdést. Tokai, somlói, vagy egyik sem következő bor, amit kóstolni fogtok. Biztos, hogy nem Tokaj. Ez egy lágy karakterű, kedves, holdóban is érlelt, kicsit olyan melegebb borvidékről érkező furmint. De teljesen kizárnád Somlót akkor? Hát lehet Somló. Nekem az illatában nagyon jön az ilyen kovaköves, ilyen nagyon ilyen vulkanikus illat. És mostanában azért kóstoltam ilyen gazdagabb, szélesebb, pici maradékcukros somlói borokat. Én nem gondolom, hogy Tokaj. A Tokajt akkor egyértelműen eldobtuk. De hogy ennyire lágy, ennyire kerek legyen egy somlói bor, az azért az ritka. De te kóstoltál mostanában ilyen somlói borokat, akkor Somló. Betoljuk a Somlót? Legyen a Somló? Legyen a Somló. Jöhet a leleplezés? Nagyon csalódni fog. Ne! Ez egy igazi Tokaji furmint. Ez nem az. Ez biztos, hogy nem az. Nem. Hogy? Hát hol vannak a savak? Hát ez nagyon gáz. Nem hiszem el. De hát, pedig ilyet is tud Tokaj mutatni. De hát ez 18-as, úgyhogy az mondjuk megmagyarázza a savak hiányát, mert nagyon-nagyon meleg évjárat volt. Hát ez legyen a mi kifogásunk. Másfél pontotok lett, szerintem azért ez nem olyan rossz, de hát a jövő héten folytatjuk azért a vaktesztekkel, és akkor még gyűjthettek pontokat. Jövő héten is Tokaj lesz a témánk, akkor a bioborokkal tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra! A vaktesztet a Bor és Más támogatta. Autóban partnerünk a Premium Car Outlet, az ön autó értékesítője.